Egyre több a motorkerékpár az utakon, ezért az autósoknak érdemes még figyelmesebben közlekedniük, hogy elkerüljék a súlyos közúti baleseteket. De a motorosok is sokat tehetnek a biztonságos közlekedés érdekében. Vilmányi Csaba motoros oktató szerint csak teljesen felkészített és átvizsgált járművel szabad elindulni az utakon. Különösen azoknak kell elővigyázatosnak lenniük, akik egész télen nem használták motorjaikat. Én azt tanácsolom minden motorosnak, hogy az első az legyen, hogy műszakilag nézze vagy nézesse át a motorkerékpárját, természetesen a biztonsági berendezések legalaposabb áttekintését, átvizsgálását, tehát a hétköznapi motorozáshoz tartozóan, vagy akár azon túlmenően is ne hanyagolják el, mert nagyon-nagyon sok minden múlhat a motorosnak azon, hogy a motorja az teljesen műszakilag biztonságos állapotban van. A motorosok figyelmét több mindenre fel kell hívni, ezt már Bordás Béla mondta. Aki hozzátette, mielőtt elindulunk a két kerekűvel az utakon, a tompított fényszórót kapcsoljuk fel, és ez a szabály a robogókra is érvényes. Azzal számoljanak, hogy nem minden esetben veszik észre a gépkocsi vezetők a motorosokat. Hirtelen feltűnik a motoros, és annak nagyon nagy kockázatja van, hogyha a motorkerékpáros szabálytalankodik, például úgy vált sávot, vagy nem jelzi irányváltoztatását, vagy túlépi a megengedett sebességet. És tényleg annak van igazából nagy kockázatja, az életveszélyen jár, ha valaki a megengedett sebességet túlépi, például lakotelten belül, vagy netán lakotelten kívül. Idén sajnos már több motorbaleset történt Nyíregyháza belterületén és a megye útjain is. Ahhoz, hogy a balesetek száma csökkenjen, érdemes megfogadni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrkapitányság közlekedésbiztonsági osztályának tanácsait. Ez az új szezon, ez a motoros szezon, ez bizony azzal jár, hogy ami mondjuk az év végén már ment nekik, motoros szezon végén ment nekik kanyarvétel, az most nem biztos, hogy fog menni. Több tényezője lehet ennek. Azóta ugye, ha a pályát nézzük, kátyuk kerülhettek az útra, amik különös veszélyt jelentenek a motorosokra. Külön veszély az, hogyha ebből a kátyúból bizonyos kavicsok, kövek kerülnek az úttestre, rájuk ezek sokkal veszélyesebbek. A maga a motor legyen felkészítve a tavaszi motorozásra. Nem biztos, hogy jó úgy a motor, ahogy letettük, egy pöcröfre, ha indul is, nem biztos, hogy abban a fékfolyadék, a láncfeszesség, stb. Megfelelő. A statisztikák szerint Magyarországon évente átlagosan 50-en halnak meg motorbalesetben. A rendőrség és az oktatók egyaránt arra figyelmeztetnek, a biztonságos közlekedés érdekében mindenki körültekintően vezessen az utakon, hiszen nem szabad elfeledni, hogy mindenkit hazavárnak.